egyszer csak markutással bomlik a fogás zsebrendbe. Nagy talongásnak miattól szinte már a föld is rendi. Sok megállnám mindegy bálvány, de ragad a félelemtől. Sokat előtt gyors utában a repülő búzza zárkán. Sok ki nem mozdul helyéből, madarab lesz torzsák. Majd fogjul esett a vezér is, adna most meggyalátatja, ne érsebb bebére. Hogy életét meg nem változtatja. Fölbudáról Laci ember számosodni fog, jön mindig annyi préda, annyi zászló réthelyen esik mindig rab. És oldja fölönni a szemkeresztel. Hogy jöttek nagy várattá, vala éppen László napja. Keresztvízre áll a vadfaj, Ráczi lévén keresztapja. Összegyűl a tengernéző, India csodában megjött. Egyel angol sírva hajlott, összetárnak nyelveirden. Nem a székely, nem is van fék, itt Isten soká megtartod, hanem az a László, László az kötött. A hívása éjjelen megvállal magad mindenek miért, sem az előtt, sem az oldalt. Meg is kérjük a harmadik helyezettet, Szentgál színeiben indult Győre Andrea, hogy fáradjon ide és vegye át a kupát egy nagy tasz kíséretében. Amíg ide fáradig meg is nézem, hogy milyen jó felszerelés van rajta. A balfarvédő az mindenképpen szükséges, én próbáltam a múlt héten ijászkodni enélkül, hát nem gyorsan meg a hatalmat, mert úgy is néz ki, hogy annak nem kellene. Andrea, fáradj ide, és annyit mondja nekünk létszős, hogy mióta üzem ezt a sportot. 4 hónapja, és már is a harmadik helyet vagyok. Azt mondja, szerencséje volt, én nem hiszem, olyan igazi ijász alkata van, egy nagy tapsat Andreának. Igen, itt a képzeletbeli dologban a harmadik fokára felállítottuk Andreát. A második fok, az pedig a másik oldal, de hogyha a másik oldalon felállítunk, azt jelenti, hogy én vagyok a győztes. A második helyezett Cserény színeiben Tolberréter Krisztián, aki már is érkezik, egy nagy tapsot a fiatalembernek. Nagyon magabiztosan jön, nyilván nem a kezdők szerencsére vezérelte a második helyig, de ezt mindjárt megkérdezik tőle. Veled birkózott? Ja, hogy ti vagytok, hogy egy pár vagytok. Na hát akkor nagyon lovagias módon nem engedted át a második helyet. Gratulálok! Te mióta ijeszted? 2007 óta, akkor te vitted bele az asszonyt ebbe a sportba. És akkor ez ilyen közös program szokott lenni, hogy így elmentek együtt díjázkodni? Igen. No, szóval Európa Kupa Sopronban, reméljük, hogy ott is legalább ilyen jó eredményt fogtok elérni. Gratulálok még egyszer! És még ő is marad a színpadon egy kicsit állni, mert ugye a győzteseknek egy szenvedést kell a útjóségét, mint nem szenvedtek volna idáig. A győztes pedig 8 évben megkapni egy nagy tapsot. A címvédő, a legyőzhetetlen. Na egy kicsit még biztassuk tapsal, hogy fölérjen ide a színpadra, Gabi. És most viszont szorítani neki helyet középen, igen, én mondjuk nem állok a dobomot, kutatódék is megyek. Gratulálok a győzelemhez, és a kupát azt már is megkapod. És magasba emelve megtapsoljuk. Gabi, te mióta csinálod ezt a sportot? 7 éve, hát akkor ez már nem a kezdők szerencsére. Nálad sem. Tavaly nagyon kemény volt a mezőny? Akkor egy igazán húzós mezőnyben sikerült Gabinak győznie, és akkor 3-ra megfelelünk egyszerűen. Nagy tapsot a versenyzetnek, köszönjük, hogy itt voltatok, jövőre és várunk titeket! Gyönyörű szép magyar horra támadtak a bőzkinok. Három nap és 3 éjjel tartott a véres harc. Meghaszkapolt ördögpatya, 50 méret lesz a sarc. Király, légy velünk, rabláncon szenvedünk, segíts most, fakasz vizet nekünk! Hey, hey, hopp, hopp, hey, hey, hopp, hopp, hey, 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 hopp, hey, hopp, hey, hopp! Szikrát szóra két szeme. Istentelen pogányoknak országunkban nincs helye. Ma is hozzád könyörgünk, hát ments meg árva népedet. Cifra kaftámba bújt rablók, hozzák ki a földedet. Király, légy velünk, rabláncon szenvedünk, segíts most, fakasz vizet nekünk!